Magyarországon a kalott népfőiskolákat az Érdi mintájára hozták létre, mely az Óvárosi kastélyban működött. Itt és a környéken harcok folytak a II. Világháborúban, szovjetek és németek álltak egymással szemben. Az érdi sportrepülőtér pedig híres magyaroknak nyújtott repülési lehetőséget. Jó napot kívánok, Beke Zita vagyok, ez az Érdi Városi Televízió történelmi sorozata. A 8. részben a II. Világháború korában barangolunk Érden, monda és valóság határán. Az óvárosi kastély, mely egykor látta Ákosházi Sárkány Ambrust, II. Lajost, a Batthyányiakat, a Sina családot, Teleki Pált, mára már teljesen eltűnt. A 20. században, a II. Világháború után a lakosság az épületet lebontotta, hogy saját házait újjáépítse a háborús pusztítások után. 1910-ben vásárolja meg gróf Károlyi Imre az érdi birtokot a Wimpfen családtól. A Károlyiak valamilyen oknál fogva nem nagyon szerették a régi történelmi Érdet, nem is nagyon költöztek ebbe a kastélyba, elkezdték a kastélyt árulni. A kastélyra vevő volt Kisudvarnoki Benedek család, alkudozott rá József főherceg, majd bekövetkezett a trianoni békeszerződés, és Nagyszombatból egy jezsuita rend jött le a Csonka Magyarországra, ők vették meg a Károlyi grófoktól a mögöttünk lévő kastélyt, és Páter Müller vezetésével berendezték az érdi újoncházat. Az ő ténykedésükhöz fűződik a Mohácsi csata 400. évfordulójára felállított oroszlános emléktábla, amit az akkori főjegyző Baranyai Nándor és a Jézus Társaság érdi tartomány főnöksége állítatott, valamint ők állítottak emléket a Golyánszky Lénárd lengyel főnemesnek is, akik szintén egy csapattal a Mohácsi csatába vesztették életüket, segíteni jöttek II. Lajos királynak. Bécsi döntés kor a Felvidék egy részét visszakaptuk, a jezsuita rend visszaköltözött eredeti helyére, szinte előkészítve a talajt a Kalót név, Kelkai Páter által vezetett Kalót név főiskolának, valamint a Bogner Mária Margit rendjének. Az ő távozásukkor tőlük megvásárolta az épületet, a kastély épületét a felette lévő négy holddal együtt, a szalizi Szent Ferenc leányiról elnevezett vizitáció zárda, kinek az első halottja Bogner Mária Margit volt és példamutató életű volt. Hátam mögött lévő keresztnél volt Bogner Mária Margit eredeti sírja, és körülötte pedig az akkor meghalt és abban az időszakban meghalt apácák lettek eltemetve, gyakorlatilag az Árda kert temetője itt volt. Így olvashatunk a síról egy korabeli újságcikkben. Amint megyünk fel a kastélyba, az úttól balra, a kastély előtti lucernás kertben egy igénytelen, állandóan friss virágokkal borított sírra leszünk figyelmesek. A sír vas keresztjén csupán ez áll. Itt nyugszik Bogner Mária Margit nővér, élt 28 évet. 1933. május 13-a. Nagyon-nagyon sokszor panaszkodtak azon, hogy az 52 szobás kastélyt nem tudják kifűteni, különböző anyagi problémáik vannak, ezért az 1939-40-es években eladták az épületet Kerkai Jenő jezsuita páter által szervezett Kalót névfőiskolának, akik itt rendezték be országos központjukat. Kalot, vagyis Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek országos titkársága, melyet 1936-ban Kerkai Jenő jezsuita szerzetes, dr. Farkas György és Ugrin József szervezett meg. Ez a keresztény szociális mozgalom a parasztság anyagi és szellemi felemelkedését tűzte ki céljául. Jelszavuk: Krisztusibb embert, műveltebb falut, életerős népet, önérzetes magyart. Először is megélhetést találni az embereknek, tehát arra képezni. A másik fontos szempont volt, hogy kulturálisan egy olyan pszichésen, lelkileg helyreállítani egy olyan vidéki közeget, amely a fejlődésre alkalmas lesz, ami képes aztán önképzésszerűen is önmagát fölemelni. Névfőiskolai tanfolyamok már voltak korábban is, de állandóan működő névfőiskola nem volt az országban, az érdi volt az első. Itt nevezte ki Kerkai Jenő Ugrin Józsefet igazgatónak.
kora tavasszal történt, úgy tudom, ez az első látogatás, rögtön meg is kötötték a szerződést, és apukámat már a Kerkai atya úgy vittek, hogy jöjjön megnézni az ingatlan, és ott közölték vele, hogy ő lesz az igazgatója, tehát úgy készüljön. Ezt olvashatjuk egy korabeli újságcikkben. Az érdi dombon, a Szapári grófok hajdani kastélyában, ahonnét II. Lajos elindult Mohácsra, ma egy korszerű, pompás intézményt, az érdi népfőiskolát találjuk. A jobb világ után vágyó embernek el kell mennie ide, hogy hitet merítsen a jövőre, mert itt a fiatalság tettereje és szervezőképessége az új magyar élet csodás műhelyévé alakította a közelmúltban részben még zárdának használt, elhagyott egykori kastélyt. 2,5 hónapos tanfolyamaik voltak, mely során a tanulókat konkrét állásra képezték ki, például biztosítási ügynöknek. A hosszabb, 8 hónapos tanfolyamok alatt gazdasági és pénzügyi ismereteket tanultak, ez komplexebb képzés volt. Komoly hangsúlyt helyeztek a kultúra terjesztésére. Tanított itt Kádár Zoltán művészettörténész, Illési Péter, Abanovák Vilmos festőművészek, Muharai Elemér író, Danis Jenő színművész. Módszertanilag itt alakult ki az a rendszer, amit aztán az összes magyarországos népfőiskolán tartottak tananyagként is, és oktatási módszerként is. Új módszer volt, hogy délelőtt a tananyagot elméleti szinten tanulták a diákok, délután pedig megpróbálták azt átültetni a gyakorlatba. A fiatalok saját környezetükre dolgozták ki a sémákat, tanáraik segítségével. És azt mondja apukám, hogy ez volt szó szerint, ma így mondanánk, azt mondja, az ötletek tárháza, ma úgy mondanánk, hogy ez az innováció tárháza. A népfőiskolán több illusztris személy is megfordult, például gróf Teleki Pál, a magyar történelem egyik legnagyobb alakja, akkor miniszterelnök. Ezt olvashatjuk egy korabeli újságcikkben. A vizsgák után Kerkai Jenő, Jézus társasági atya beszélt, azután Teleki Pál gróf miniszterelnök szólalt fel. Azt hangoztatta, hogy nincsenek társadalmi osztályok, csak társadalmi feladatok és kötelességek vannak. Vizsgáztak Érden a falusi legények, Bárdosi László miniszterelnök jelenlétében számoltak be arról, hogy mit tanultak a Kalót népfőiskolájának tanfolyamain. Az érdi népfőiskola vezetői voltak 1940 és 42 között Ugrin József, 42 és 44 között pedig Farkas György. A sikeres tanintézetek sorsát a Magyarországra érkező front, illetve a nyilas hatalomátvétel pecsételte meg, majd 1946-ban Rajk László belügyminiszter betiltó rendelete szüntette meg végleg. Elemzők szerint a Kalotból kikerült növendékek a szocializmus évtizedeiben is sikeresen alkalmazták az intézményben tanultakat. Az 1921-ben alakult Műegyetemi Sportrepülő Egyesület 8 esztendővel később 1929-ben alapított sportrepülőteret ért határában. Sátorhangárokat alakítottak ki, és ezt az objektumot gyakorlatilag folyamatosan fejlesztették. Elmondhatjuk azt is, hogy a repülőtérhez egy ősbemutató is fűződik. A Gerle típusú repülőgépet itt mutatták be először a nagy közönségnek. A Műegyetemen összerakták a Műegyetem udvarán az alkatrészeket, szárnyakat, törzset, autókkal kiszállították ide, és itt szerelték össze, és illetve itt tette meg az első útját. Nagyon gyakoriak voltak itt a repülős táborok is, amelynek keretében a környékbeli ifjúság megismerkedhetett a repüléssel, és buszkén jegyzik fel a források azt, hogy közülük nagyon sokan később pilóták lettek. Előtérbe került nagyon sokszor a repülőtérnek a fejlesztésének ügye. Sokak szerint a kormányzó Horthy Miklós is foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy bővíteni kéne, de végül is ez a lakosoknak az akkori tiltakozásáról miatt ez elmaradt. Sajnálatos események is fűződnek a repülőtérhez. Itt innen szállt fel utolsó útjára Tasnádi László Kári Gyulával együtt, akik egy hiba következtében a Dunába zuhantak, és mind a ketten életüket veszítették. A németek a Vörös Hadsereg sikeres előrenyomulása után, amit tudott, elszállított az óvárosi repülőtérről, szinte teljesen kifosztotta azt. Itt hagytak 2 sportrepülőgépet, egy kék meg egy piros kétfedelű vadászgép volt, és én oda lejártam mindig beleülni, és berregni ottad, ugye, mert gyerekként. És egyszer jött 2 orosz katona, és engem kiszállítottak a gépből, és volt nálam egy ilyen kis lemezpisztoly. És hát azt mondták nekem, hogy partizán vagyok, kiszállítottak a gépből. És fővittek ide a gátra, és rám fogva a géppisztolyt, tereltek a parancsnokságra, és én akkor nagyon meg voltam ijedve, azt hittem, hogy kivégeznek.
És amikor odaértünk a gát végére, akkor jó fenék velünk, csak egy nagyon káromkodtak és elzavartak. Érdről körülbelül 400 fő vonult be katonának. Az itt maradtak maguk által épített bunkerekben, pincékben és a kastély alatti pincerendszerben húzódtak meg. Érd nem volt a bombázások célpontja, de a közelben fekvő Csepel-sziget igen. Egy alkalommal egy repülőgép, egy bombázó ide a Dunába esett, és később pár nappal később egy újabb bombázásnál pedig a Simon pusztán szállt le és robbant fel. Ezeknek az események során a gépekből kiugrált ejtőernyősöket a katonai hatóságok elfogták, ugyanakkor a leesett gépekbe halottak is voltak, ezeket ideglenesen az érdi ófalusi temetőbe temették el. Később az amerikaiak ezeket a holttesteket elvitték. Hitler védeni akarta Budapestet és a Dunántúlt utolsó bástyaként Ausztria előtt, Sztálin pedig elfoglalni azt. 1944. november vége felé már Budapest közelébe érkeztek az orosz csapatok, azonban olyan erős ellenállásba ütköztek, hogy nem tudták volna bevenni Budapestet arcból, ezért átdolgozták a haditervüket, és a Dunán átkelve próbálták bekeríteni. 9 hídfőállást alakítottak ki, az érdi volt az egyik. A Sánchegyen civilek voltak megásott lövészárkokban, 1944. december 4-éről 5-ére virradó éjszaka történt az átkelés Érdre. Tompa, rövid géppuska sorozatot hallottunk a Duna felől. Hát nem tudtuk mire vélni, mert ilyenre Érden nem volt még alkalom, vagy nem. A légi eseményeket kivéve ilyen hanghatásokat nem hallottunk. Én magam is azt hittem, hogy a Dunánál, vagy a téglagyár környékén magyar katonák gyakorlatoznak. Hát nem így volt, hanem az történt, hogy Budatéténbe állomásozó hadihajós részleg elindított egy kis monitort, abból a célból, hogy felfedezze az oroszoknak a állásaikat, amik a már tökölön már ott voltak az oroszok, és hogy felfedezze, hogy hol vannak. Ezért ilyen rövid géppuska sorozatokat bocsátott ki. Igen ám, de Tökölnél szerencsétlenségére belefutott egy ágyútűzbe, aminek következtében ez a hajó irányíthatatlanná vált, és sodródott itt a Dunán, még végig megfeneklett, majd a benne lévő katonák, azok a jéghideg vízbe vetve magukat úsztak ki, és őket autóval ide visszahozták, Érdre majd innen visszakerültek Nagytéténybe. December 6-án tehát a Vörös Hadsereg Érden volt Óvárosban. A hegyvonulat alatt kézitusa alakult ki, ezután a szovjetek megtámadták a hegyen lévő állásokat, majd Szászhalombatta felé elvonultak és beásták magukat a Bentapatak partjába. Mi erről valubeliek még jó szerint semmit nem tudtunk. Viszont december 6-án a kora délelőtti órákban az orosz sereg visszakanyarodott Szászhalombatta felé, és délelőtt 9 óra felé már a Széruskerti Fehér Keresztnél állt a ékük. Ekkor nagyon intenzív akna támadást intéztek a németek és a magyar katonák ellen, aminek következtében nagyon sok ház megsérült, és sajnálatosan több polgári lakos meghalt. A szovjetek az Ártézik útig, a németek pedig a minaret mögött és Újvárosban helyezkedtek el. A két tábor között a senki földje volt. December 7-én a németek erősítést kaptak, és az oroszokat kiszorították. A német katonák végig ellenőrizték a gyormai pincéket, megbújt orosz katonákat keresve, és találtak is. Miután a foglyokat lehozták a faluba, visszatértek, és mindenhol, ahol bort találtak a pincékbe,
a civilek közreműködésével, segítségével kigurították a hordókat, és a dugókat kiverve kifolyatták a bort. Mint egy ilyen vérfolyam, emlékszem, gyerekként láttam, ilyen vérfolyam folyt le a jó érdi bora gyormának a kövein, és ezt azért tették a németek, mert tudták, hogy az oroszok, hogyha isznak, akkor nagyon vadak tudnak lenni, és az az ő ellenük való harcba is, valamint a polgári lakosság ellen is, hát vaddá tette az oroszokat. Ezért volt ez a bor kifolyatás. December 8-án az oroszok is erősítést kaptak, és újra visszatértek Érdőfaluba, azonban ekkor már nagyobb tért nyerve, mert a Gyurcsek kanyarig jutottak be, valamint a minaretig. Közben a Gyurcsek kanyaron túl ott már szintén a senki földje volt, a német katonaság a régi banképület, ami korábban ugye a postaépület volt, azelőtt húzódó lövészárok rendszerbe ellenőrizte az öt felé elágazó utat. December 8 és 20-a között nem történtek harci cselekmények. A szovjetek nagy összecsapásra készültek, 20-án rohammal jutottak el Újvárosba a Felső úton és az Ercsi úton. A Sánchegyen a szovjet tűzérség aknavetőkkel lőkte a német állásokat, mely a mai központi temető térségében volt. December 24-ére elfoglalták Érdet a szovjetek, szabaddá vált az út Budapestre. Ezután csend volt Érden. Az oroszok itt halmozták fel hadtápkészleteiket, a Kalotné főiskola épületét pedig kórháznak rendezték be. Érdőfalunak a lakossága az eseményeket általában a borpincékbe, tehát gyormai borpincékbe, valamint nagyrészt a Kalot alatti katakombákba vészelt át, ott 543 lélek húzta meg magát. Az oroszok bejöttek után általában a civil lakosságnak a lakása házait vette igénybe elszállásolásul, miközben a lakosok pedig rendszerint még akkor jó ideig még a pincékbe tengették az életüket. Amikor az oroszok megérkeztek, természetesen nagyon féltünk tőlük, mert nem ismertük, és akkor az akkori propaganda azt mondta, hogy az orosz katona az falhoz csapja a csecsemőt, megtapossa a keresztet, gyerekeket meg elviszi. Tehát ugye ezeknek egyikre se igazolódott be, hát a gyerekeket nem bántották, keresztet nem taposták meg. Viszont azt tudni kell, hogy ugyanakkor igen barbár módon erőszakolták meg a nőket. Nem egyszer a éjszakák a nőknek a sikolyaitól, nőknek és fiatal lányoknak a sikolyaitól volt hangos, amint az orosz katonák fegyvereikkel ijeszgetve, de annak sokszor sajnos használatával is hajkurázták őket. Sok katona elhagyta seregét a szovjetek közül. Éjszaka zaklatták a lakosságot, raboltak, fosztogattak, nappal pedig az Ilka erdőben bujkáltak. A szökött katonákat a Vörös Hadsereg kivégezte. Ennek az eseménynek részese voltam magam is, mégpedig olyan formában, hogy apám pék volt, és a pékek a hivatalos kiutalást kaptak a sütéshez szükséges fáknak a kitermelésére. Lovas kocsival mentünk Ilkába, abba az erdőbe, ahol ezek a megbújt katonák is voltak, és amikor odaértünk a közelbe, a GPU-sok megállítottak bennünket, és utána rögtön dördültek el a kivégző fegyverek. De most utána tovább engedtek volna, de hát mi is kíváncsiságból megnéztük, oda mentünk, és a saját maguk által megásott sírgödörbe még ott mozgott a négy katona. Fiatalok voltak, és akik már korábban ott voltak, és látták, hogy amint ássák a gödöt, mondták, hogy sírtak, szerencsétlenek, ahogy kivégezték őket. A szovjetek ezekre a kivégzésekre a civil lakosságot összehívták, hogy bizonyítsák, védeni akarják az érdieket. A háború után a megszállók munkára toborozták országszerte a magyar lakosságot, majd erőszakkal elhurcolták a Szovjetunióba Málenki robotra. 1944 végén, 45 elején nagyon súlyos harcok folytak Budapest bevételéért, illetve Budapest megvédéséért. És ennek a kornak a
Az egyik szomorú és borzongató emléke került elő 2001-ben, amikor az épület felújítása történt, akkor egy második világháborús aknagránát került elő az épület tetőszerkezetéből. Por, törmelékanyag volt rajta, és megdöbbentünk mi is, mert ez az aknagránát egy működőképes, robbanóanyaggal rendelkező és komoly veszélyt jelentő aknagránát volt. A mostani épület felújítás, illetve bővítés kapcsán is került elő háborús lövedék, jelentős méretű második világháborús lövedék. Szerencsére nem robbant fel, de az is éles lövedék volt, és azt is elszállították a tűzszerészek. Az épület nem kapott akkor belövést, sem más sérülés nem érte. A német csapatok, szovjet csapatok, magyar csapatok megkímélték. 1931-ben bevezették az általános hadkötelezettséget. Az érdi katonákat a magyar királyi 3. számú Szent Istvánról elnevezett gyalogezredbe sorozták be. 1938. novemberében pedig megalakult az Ikerezrede, amely a 33-as számot kapta. A két gyalogezred részt vett a kárpátaljai, felvidéki és az erdélyi bevonulásban a bécsi döntések után. Az ezredet három zászlóalj, később egy pótzászlóalj alkotta, és Magyarország hadba lépésével ezeknek a zászlóaljaknak az útja külön vált. Először a 3. gyalogezrednek, a Szent Istvánról elnevezett 3. gyalogezrednek a 3. zászlóalját vezényelték ki a szovjet frontra. Ők partizánok elleni harcban vettek részt, illetve rendfenntartóként működtek. Ez egy rendkívül nehéz és kellemetlen feladat volt, és a katonák visszaemlékezésében olvasható, hogy nem nagyon szerették, mert gyakorlatilag ők itt a megszálló seregnek a tisztjét látják el, és a frontvonal mögött teljesítettek szolgálatot. Elsődleges feladatuk a rendfenntartás volt, illetve hogyha környéken valamilyen partizán tevékenységet észleltek, akkor ezeket a partizán csapatokat neki kellett felszámolni. Több visszaemlékezésben olvasható az, hogy ez nagyon kellemetlen és veszélyes feladat volt, hiszen nem tudhatták, hogy a partizánok mikor ütnek rajtuk. Illetve, hogyha sikerült ilyen partizán csapatokat felszámolni, akkor rendkívül véres megtorlás következett, és ezt nem nagyon szerették a katonák, mert ugye gyakorlatilag ezeket a partizánokat kivégezték, gyakorlatilag minden esetben a falu lakosság előtt, illetve a környék lakosság előtt ezzel is elrettentő példát szolgáltatva. A Szent Istvánról elnevezett 3. gyalogezrednek az első két zászlóalja 1942 tavaszán indult el az orosz frontra. Ekkor egy kiképző táborra vitték, ami a Dontól, mint egy Don mögött helyezkedett el, a Don folyó mögött. Eredetben a kiképző táborban már eleve az eljutás is nagy nehézségeket okozott. Visszaemlékezésekben szintén olvasható, hogy naponta akár 20-25-30 kilométert is kellett gyalogolni teljes menetfelszerelésben, hogy a táborba elérkeznek, illetve már ekkor is lehetett érezni azt, ami később is még súlyosabb formákat öltött, hogy rendkívül egyre nehezebb volt a katonáknak az élelmiszerrel való ellátása. Itt, amikor ebbe a táborba viszonylag hosszabb időt töltöttek el, 1942 őszétől, és december 24-én, 1942. december 24-én vezénylik őket előre a Don mellé, ahol elfoglalják állásaikat, Staro-Nikolaszkaja térségében. A Donni áttörést itt vészeli át az ezred, és mint annyi magyar katona hősies harca ellenére is képtelenek voltak a nagy túlerőben és technikai fölényben levő vörös hadseregnek az áttörését megakadályozni, és ezt követően súlyos harcokat vívve próbáltak meg visszavonulni. A visszavonulás után hazatérnek Magyarországra, tehát Székesfehérvárra visszahozzák őket, és ezt követően ma az akkori Magyarország területén harcolnak. Harcolnak a Vértes-hegységben, a Dráva mentén, illetve a Kárpátalján, a Kárpátok védelmét látják el. Szolgáltat adnak a Hunyadi állásban, a Szent László vonalon, illetve az Árpád vonalon is. Később a Tisza mentén harcolnak, és a front elhúzódásával ők is folyamatosan nyugat felé vonják vissza őket, hogy a vörös hadsereget valamilyen szinten fel tudják tartóztatni. Ugye néhány mondatban meg kell emlékeznünk a 33-as Ikerezredről is. Ők a Branszki erdőkben, illetve 1940-ben a Bug mellett harcoltak. Ezt követően a Visztula mentén, illetve a felvidéken próbálták megállítani a vörös hadsereget sikertelenül. Illetve annyit tartozik még az ezred történetéhez, hogy 1944 nyarán létrehozzák a pótzászlóhajat is, és a pótzászlóhaj Gyergyó környékén és a Csiki medencében, majd a Tisza mentén is folytatta a harcait.
A katonák rendkívül hősiesen harcoltak, és 1945. májusában ők is letették a fegyvert. A háború vége különböző hasztintereken érte az ezredet. Rendkívül nagy veszteségek voltak, nagyon sok hősi halott volt, nagyon sokan estek hadifogságba, és végül 1945. májusában az aktuális helyőrségeikben letették a fegyvert a háború végezetével. 1945. májusában befejeződött a háború, ezután csak kis létszámú szovjet sereg maradt városunkban. Újraindult az élet, szinte minden érdi családnak volt halottja, szinte minden érdi gyászolt valakit. 275 hősi halott, közel 500 civil áldozat és elhurcolt. Érd 800 halottat számlált 1945 tavaszán. A következő részben az 1956-os forradalom és szabadságharcig jutunk majd el, akkor is tartsanak majd velünk, viszontlátásra!